Új év, új élet. Gondolom nektek is, mint nekem. Nagyon-nagyon sok új évi fogadalmatok volt. Nekem az első és legfontosabb az volt, hogy soha többet nem fogom lenémíteni a telefonomat. A második legfontosabb pedig az volt, hogy igenis ebben az évben el fogom érni a célomat, és igenis el fogom érni azt a kívánt testképet, amit körülbelül 3 évvel ezelőtt én elterveztem. A felkészülésem során, még mielőtt kimentem volna a Japánba, nekem nagyon-nagyon sok edzésem volt, edzéstervek voltak összeállítva, különböző étrend, amire nagyon-nagyon oda kellett figyelni, és láss csodát, egész rövid idő alatt sikerült elérnem egy bizonyos pontot, amire már azt mondtam, hogy na, ez már igen. Amit ezúton is köszönök Török Krisztiánnak, hiszen ő volt az edzőm a felkészülés során. Próbáljunk meg arra odafigyelni, hogy ne ilyen úgymond divat diétákat kövessünk, és nem szabad egyik élelmiszer csoportot sem kihagyni az étkezésünkből. Nyilván annak megfelelő mértékben, ahogy ez egy bizonyos diétához vagy edzéstervhez szükséges. Tehát tényleg nagyon fontos az, hogy lelkileg nagyon felkészültek legyünk erre az egészre, és tényleg tudjuk azt, hogy mi az a cél, amit el akarunk érni. Vagy ha esetleg olyan érzés támad meg engem, hogy úristen, milyen jó lenne most egy kis csoki, akkor általában olyan bűntelen édességeket szoktam készíteni, mint a túrógombóc zappahelyből. Túrókel, zappahely és egy kis nyírfacukor, illetve tojás. Ez a lényeg, hogy a zsemlemorzsát azt hagyjuk el teljesen. És amivel én még szoktam édesíteni, az a nyírfacukrot összekeverem natúr joghurttal, és ezzel öntöm le, és ez igazából nagyon finom, és ezt mindenkinek ajánlom, hogyha szeretnétek egy kis bűntelen édességet enni. Tehát igazából ennyit gondoltam az első blogba. Remélem sikerül nektek is átalakulni így a videók során úgy, mint nekem. Kövessetek minket a videoblogon, iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, és további szép napot kívánok nektek! Sziasztok!